nagy baj még nincs, a második hullám nem indult el. Kora reggel érkezett a belügyminisztériumba a miniszterelnök, a videót a Facebook oldalára töltötték fel, az operatív törzsülésén vett részt. A környező országokban ugyanis újra növekszik a koronavírusos esetek száma. Úgy döntöttünk, hogy visszaállítjuk az átutazók számára a kötelező koridor használatot, tehát lesz egy humanitárius koridor, úgy, mint a válság tetőpontjának időszakában volt, amit használni kell mindenkinek, aki átmegy Magyarországon, nem hagyhatja el ezt az útvonalat. A miniszterelnök azt is bejelentette, az operatív törzs döntése alapján a határellenőrzéseket szigorúan megtartják. Ugyanakkor a testület határozott arról az uniós javaslatról is, amely alapján 15 az Európai Unión kívüli ország előtt nyílhatnának meg a határok. Hogy az unión kívüli országokból is engedjünk be polgárokat, Szerbia kivételében nem tudjuk egyelőre teljesíteni, mert ez ellentétes lenne a magyar emberek egészséghez fűződő érdekével. Azaz Magyarországra unión kívüli országból, egyedül Szerbiából lehet korlátozások nélkül beutazni. Felmentést kaptak ugyanakkor az amerikai filmesek, akik Magyarországra jöhetnek forgatni, miközben az uniós nyitás az Egyesült Államokra nem vonatkozik. Kamionsor március közepén a román határon több mint 20 kilométeren torlódtak akkor a teherautók. Tranzit, tudja? És nem szabad, hogy megálljuk akárhol. A kamionok akkor is csak a kijelölt tranzit útvonalon haladhattak, Hegyeshalomnál is nagy volt a dugó. Az otthonukba igyekvő román és bolgár vendégmunkások ugyanis elállták az utat, mert a lezárt határok miatt nem engedték be őket Magyarországra. Végül ideiglenesen megnyitották előttük a határt, és a kijelölt úton végigautózhattak az országon. Ez az a humanitárius korridor, amelynek visszaállításáról a miniszterelnök is beszélt. Az előállítás biztonsága az megoldott továbbra is. A közúti fuvarozók egyesületénél úgy tudják, a kamionosokat nem érinti a szigorítás. Nincs semmilyen változás a tranzit folyosók tekintetében, vagy a beléptetés tekintetében a teherforgalom számára. Ugyanúgy szabadon és zavartalanul működik a teherfuvarozás az ország bármely határán. A kormány ma nem válaszolt a szigorításokkal kapcsolatos kérdéseinkre. Adásunk alatt kaptuk meg az Országos Rendőrfőkapitányság válaszát. Ebben azt írják, hogy az úgynevezett humanitárius korridor szombaton 0 órától fog működni. A részletekről később adnak tájékoztatást. Jelenleg a korábbi járványügyi rendelet van érvényben.